Élmény és vélemény. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar biztosítja. 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. Tudományos és fantasztikus partnerünk a National Geographic. Audiovizuális tudományos és fantasztikus élmények vágatlanul Csabával, aki mérnök, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis különleges webcast kiadása a Volt 51 Gamer Barból. Üdvözlöm a kedves Parallaxis követőket, egy speciális műsorral készültünk ma. Itt vagyunk Miklóssal, az állandó fizikusunkkal. Ne haragudj meg, Miklós, de fel kell olvasnom, hogy te az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa vagy. Szervusz! Szia Csaba! Igen, valóban, nem tagadható. Ezt sokszor bemondtuk, de megjegyezhetetlen, úgyhogy ezt mindig papírról fogjuk be. Te egyébként ezt fejből mondani? Nem tudom, meg akkor lehet, hogy már nem is így van. Fene se érti ezeket a mai világban, de a lényeg, hogy itt vagyunk most ezen a nagyon különleges adáson. Igen. Együttműködésben a National Geographic. Ú, de izgi! Megnéztük a Kozmosz sorozatot, amit ti, kedves nézők, március 22-én fogtok majd látni, akkor lesz a magyar premier. Mi viszont már láttuk a 3. évadot, és a benyomásainkról most egy kicsit mesélni fogunk nektek, de a Miklós még az előzményeket is látta, annyira profi vagy. Így van. Hát már én annyira vagyok profi, hogy én egy kicsit ugye azon nőttem föl. Uh-huh. A Carl Sagan féle eredeti, egyébként idén 40 éves sorozaton, a Kozmosz, a sorozaton, aminek az volt a címe, hogy a Personal Voyage, vagyis egy személyes utazás. Uh-huh. Na, ebbe bele fogok kérdezni, de mit szólnál hozzá, hogy mielőtt ebbe belevágunk, bemutatjuk a nyereményjátékunknak a sok-sok ajándékát a kedves nézőknek, hogy mit lehet itt kapni, ugyanis március 14-én indítottunk egy játékot, és március 22-ig a premier napjáig fog ezt tartani, 21 óráig, addig lesz 3 kérdés, azt hiszem, hogy ilyen nehezebb kérdéseket próbálunk majd. Olyan közepes, gyanúsan közepes. Igen, igen. És hogy mit lehet ezért nyerni? Hát itt van körülöttünk mindenféle NatGeo-s tárgy, például egy ilyen pendrive, ha jól tájékoztattak engem, akkor ez 8 gigabájtos tárhely, ami nem fér rá 8 gigabájtra, az nem is kell nekünk szerintem, úgyhogy kivéve a Kozmosz lehetséges világok sorozatot, ami egyébként nem férne rá 8 gigabájtra, de például azért sok hasznos információ belefér, ez rengeteg bit, ugye? Igen, becsüljük meg azt az egy bitet is, mert egy biten már múlhat egy atomrakétának is. De ha már rakétákat emlegetünk, hát ha nem is rakétát. Hú, ez a legjobb. De egy rakétára nagyon hasonlító eszközt, és majdnem annyira menő dolgot, egy távcsövet. Igen. Egy National Geographic logóval díszített, és National Geographic színekben pompázó távcsövet, azért mindenképpen szét fogunk osztani. És ezt ti eredeti dobozba fogjátok majd kézhez kapni, tehát nem azt, amit mi már itt használatba vettünk, hanem ezt az originált, tehát a kibontásnak az öröme, az természetesen megmarad majd és ez nektek. Ez egy egyenes állású képet csináló Galilei-féle távcső. Tehát ezzel a távcsővel egyébként a kedves hallgatók, hogyha például, és akkor már tudományos ismeretterjesztésbe egyúttal át is váltunk, tehát hogyha egy ilyet valaki megnyer, és kimegy vele, akár Budapesten, tehát ahol ugye elég nagy a fényszennyezés, olyan csuda dolgokat lehet látni vele, mint például a Vénusz fázisait. Ugye a Vénusznak például néha ilyen kifli alakú, mint a Hold, tehát ugyanúgy fázisokat mutat, azt például lehet vele látni, vagy a Jupiter holdjait. Tehát Galilei ekkora távcsővel, amire nem volt még ráírva egy National Geographic, mégis a 17. században felfedezte vele a Jupiter 4 legnagyobb holdját, és talán egy picit a Szaturnusz gyűrűi is látszanak, hát erre, és persze a Hold felszínének és a kráterének megfigyelésére, nem is beszélve a szomszédnéni hát megfigyeléséről, erre mind tökéletesen nem gondoltam, hogy ebbe ennyi van, de szerintem lendüljünk tovább. Meg jön a nyár, madárkákat. National Geographic, madárkákat. Hát ezeket van a kezdeni. Szóval, ja. De azért a két jegyzetet is bemutatom. Van egy ilyen nagy jegyzet, NatGeo színű. És illetve egy kicsi. Az meg fekete színű, de ilyen NatGeo papír. Igen.
van benne, úgyhogy azt hisz, még egy toll is van, azt is még. Ja. Amely szintén szerepel, hogy National Geographic. De... És egy szütyő. A szütyő. Autós táska ez, vagy hogy hívják? Nem ezt? Tudom, ez természetfelfedező táska. Férfi letikű. Emlékszel a Bridges of Madison County, vagy a Szív hídjai című filmre? Nem, sajnos avasd be, hogy hát, mi volt benne. Akkor ma is, de ugye Csaba arról ugye köztudomás, hogy egy kő alatt lakott, de hát egy több Oscar-díjat jutalmazott film, Clint Eastwood volt benne, a National Geographic fotósa, oh. Aki egy hétre meghódította Meryl Streepet, és aztán... És ilyen tatyója volt? Hát nem, de ha most élne, akkor ilyen tatyója lenne. Aha. Tehát a National Geographic jelenlegi fotósai ilyen szütyőkkel járják a világot. És a... Na, hát akkor ennél menőbb felhozatallal már nem is készült. De várjál. Könyvek is vannak ám, tehát... Igaz ugyan, hogy az nem a National Geographic felajánlásából. Igen, ezt mindenképpen el kell mondani, de mindenképpen szórakoztató művek vannak itt. Voyager azt mondja, hogy a gondviselő, ez ugye maga a premier epizód, vagyis a pilot epizódja a Star Trek Voyager-nek megkönyvesített változatban, illetve van egy Világok határán című Enterprise könyv, meg a Broken Bow incidens, ami meg az Enterprise-nak a pilotja. Ez a Világok határán, ez egy teljesen új sztori, és ha közben azt halljátok, hogy bombázás van, akkor az nem véletlen, itt egy kicsit rendezgetik körülöttünk a teret. Ahogy ez... Karinti mondta, ez nem véletlen, ez vélet. Tehát, hogy itt ugye ez van, mert hogy egyébként hol vagyunk, azt nem mondtuk, a Volt 51. Volt 51. És azt sem mondtuk, hogy nem csak hallani lehet minket, tehát aki most podcast formátumban hallgat minket, az YouTube-ra is átkapcsolhat, ott van az arcunk, itt mutatjuk már pár perc az ajándékokat, tehát ezt nyugodtan meg lehet tekinteni, ezt az egész adást, ez egy speciális webcast formátum, úgyhogy ebben a tekintetben is különlegesek vagyunk. Na de az előbb megszakítottalak, pedig már nagyon belelendültél a Carl Sagan sztoriba és ennek az egész kozmosznak az előzményeibe. Te azért a Carl Sagan életrajzban eléggé otthon vagy. Hát most már. Tehát fölkészültem a Carl Sagan életrajzból, és akkor persze itt akkor meg kell jegyeznünk, hogy itt már egy kicsit vacilláltunk azzal, hogy ezt az embernek a nevét hogy kell mondani. Hát a Carl az még oké. Okay. Sagan, Szegény, ezek mind versenyben vannak, mi egyszerűen most ma úgy hozta, ma az dobta a gép, hogy ma azt mondjuk, hogy Sagan, ami egyébként nagyon hasonlít ahhoz, hogy ő maga bemutatkozott, de természetesen ugye itt eleve az nehezíti a dolgot, hogy ő egy ukrán származású, ukrajnai zsidó családban cserepedett föl. Mint a Leonardo. Hát mondjuk cseperedett. Ez hihetetlen, tehát ez annyira mélyen beivódott. Rossz a urájú szó. Kész. Mint a Leonardo Nimoy egyébként, ő is egy ukrán zsidó család. Így van, pontosan, és egyébként ugyancsak New Yorkból, ugye Carl Sagan is Brooklynban született, és viszont az apja még Kamenyec Podolskban született, ugye a magyar történelemnek a sötétebb oldalairól is ismert ez a név. Szerencsére ő még a 30-as évek előtt kijött Amerikába. Tehát, hogy a 20-as években Carl Sagan apukája kivándorolt Amerikába, hát egy szegény ember volt, és egy munkás volt, tehát ő maga nem csinált ilyen hatalmas nagy karriert, mint például Leonard Nimoy, vagy akár Carl Sagan, viszont hát elvette egy brooklyni lányt, és ebből a Freedből született 1934-ben Carl Sagan, aki már gyakorlatilag egy burokban élt, mert a szülei annyira vigyáztak rá, hogy annak ellenére, hogy az ő gyerekkora egyébként olyan rossz hírekkel volt terhelt, hogy mint például a háború történetei, az Egyesült Államokat ugye elérték természetesen a holokausznak a tragikus hírei, hiszen a rokonságot érintették, de Carl Saganre, aki az egyetlen fiúgyerek volt a családban, és egyébként két gyerek volt összesen a családban, tehát volt neki egy húga, tehát ők ketten voltak testvérek, de Carl Saganre annyira vigyáztak, hogy egyszerűen igyekezték, hogy a kis optimista alapból meglévő attitűdje, az ne szenvedjen, ami a törést, hogy esetleg a háború borzalma. Hát ez sikerült. Ez abszolút sikerült, mert a Sagan az tényleg ez annyira a legjobb értelemben vett optimista. Idealista. Egy idealista, igen. Tehát ez az a fajta idealista, akiről látszik, hogy ő igazán hisz az emberiségben.
És egyébként, amikor ő csinálta a kutatásait, és csinálta az ismeretterjesztő tevékenységeit, például a 80-as években, amikor a Kozmosz, eredeti Kozmosz sorozat született, akkor azért nem volt nehéz. Ott van egy példánya ennek az eredeti Kozmosz sorozatnak. Ja, igen, hát na, ez már... A kedves nézők már szerintem kiszúrták, hogy igen, itt van egy a kedves tajás. Hallgatóknak viszont elmondjuk, hogy most egy VHS kazettát tartok a kezemben, és az alfa generációs hallgatóknak, hát akik ugye eleve nyilván képpel nézik az adást, ugye meg is mutatjuk, hogy a VHS kazetta, kedves gyerekek, az olyas valami volt, amit még képzeljétek el, akkor csináltak az emberek, amikor még nem létezett internet, és mágnes szalagokon tárolták az emberek az adatokat. Ez a mágnes szalag mágneses domének formájában tartalmazza azt az információt, amelyet egy úgynevezett videó lejátszóba belehelyezve megjelent az úgynevezett képernyőn, nem más, mint a Carl Sagannek az eredeti Kozmosz sorozatának ez esetben egy része, tehát egy ekkora objektum, ez videókazetta, ez egy 60 perces epizódot tárolt, és 13 epizódból állt az eredeti sorozat. Ez konkrétan az utazó meséi egyébként a Jupiter felfedezéséről szólt, és a Voyager űrszonda kalandjáról, és nagyon jellemző módon Carl Sagan egész intellektusára, természetesen ez párhuzamba van állítva a 17. századi hollandiai hajózással, meg úgy eleve a világ felfedezésével, a nagy földrajzi felfedezésekkel, és hát sok mindenről lehet tanulni. Egyébként ez az összes Kozmosz sorozatra igaz, ugye három Kozmosz sorozatról tudunk beszélni, vagyis hát három évadról, de hát ez kicsit fura, mert az eredeti, tehát ez ugye 1980-ban jelent meg, aztán 2014-ig senki nem csinált újabb Kozmosz sorozatot. Ugye Carl Sagan maga ezt az egy évadot gyártotta le, feleségével és kreatív társával Ann Dryan-nel együtt, aki a producer volt, meg a fő ötletgazda tulajdonképpen. Uh-huh. És hát aztán lenyomták ezt az egy évadot, óriási sikereket értek el, Emmy-díjakat meg minden. Tehát majd erről beszélünk, de nyilván forradalmasították az egész tudományos. Na de miért forradalmasított ez? Hogyan? Mindenféleképpen. Azelőtt milyen? Hogy nézett ki a tudományos ismeretterjesztés? Meg hogy azóta hogy néz ki? Meg azóta hát, hogy néz ki? Ugye, nekem egy kicsit az a benyomásom az egész. Én néztem régebbi ismeretterjesztőket is, nyilván te is. Mm-hmm. Például egyébként nem is olyan rég egy közelmúltbeli adásra való előkészülésképpen ugye megnéztük például a Deltának néhány epizódját, mm-hmm. ugye ez volt Magyarországon a tudományos ismeretterjesztő műsor, mm-hmm. a TV csatornán. Ugye ez úgy nézett ki, hogy Kudlik Juli, aki egyébként bitangjól nézett ki a 60-as években, tehát ez nyilvánvaló, hogy ő nagyon okosan beolvasta, hogy szovjet tudósok egy csoportja mit fedezett. Tehát egy beszélő fejként. Beszélő fej, így van, ugye ezt így mondják a filmesek, nyilván, mm-hmm. beszélő fej, és akkor utána jobb esetben ilyen jópofa vágóképek formájában lehetett megmutatni, hogy a szovjet tudósok kísérletében hogyan bolyogtak az egerek a labirintusban, és hogy találták meg, vagy hogy nem a kiutat. Tehát, hogy ilyesmik. Tehát mindig volt egy beszélő fej. Most egyfajta áttörést hozott David Attenborough munkássága, ő legalább egy olyan ember volt. Aki ugye, a hangyaboly mellett így. Aki ott beszélt, igen. a feje. Tehát ő legalább ott, tehát hogy néha csinált ilyet, és ő egyébként már elkezdte a munkásságát ugyancsak a 60-as években, ugye az igen menő volt. De elkövette szegény azt a hibát, hogy ő nem Amerikában élt, hanem az Egyesült Királyságban. Tehát ő egy igazi hát angol ő ezt biztos volt. Nem így értékelne. Sir David persze nyilván egyébként imádjuk, és fantasztikus, de tehát ő már megcsinált egyfajta forradalmat, de Carl Sagan aztán teljesen átalakította az egész narratívát Ann Dryan-nel együtt. Mert hogy itt már nem csak egyszerűen beszélő fejekről volt szó, hanem egyszerűen arról volt szó viszont, hogy eleve egy űrhajószerűségnek a díszletében mozgott ő, ez volt a képzelet hajója, annak volt egy marha nagy ablaka, és tehát azon... egy elrugaszkodott vizuális alátámasztást igen, kapott ez az egész. Igen. Aha. Nagyon jól megfogalmazott, nekem nincs ilyen filmesztétikai szókincsem, hogy ezt így valaha össze tudtam volna rakni ezt a mondatot, de attól tartok, hogy erről van szó. Uh-huh. És azelőtt erre nem volt precedens. És akkor persze ahhoz hozzá kell tenni még, hogy itt természetesen elmentek valódi helyszínekre, a világ minden tájára, elmentek például ebben a részben a Voyager irányító központjába, pont akkor, amikor a Jupiter mellett elrepült a szonda. Uh-huh. Meg voltak benne ezek a kosztümös részek,
amelyekben megtudhattuk, hogy a 17. századi Hollandiában milyen volt a kulturális és tudományos élet, és ez mindig egyben, tehát mennyi és az kisfilmként megjelent ez a kosztümös rész, mert itt most, ha már a harmadik évadra ugorhatok, és kicsit a párhuzamokat, ha megnézzük, akkor rajzfilmként jelennek meg a történelmi dolgok, mert hogy ebben a harmadik évadban is a történelembe beletekintünk, és ez úgy tűnik, hogy egy hagyaték ebben a sorozatban, abszolút, tehát igen. Nem most jelenik meg először. Igen. Ott viszont akkor élőszereplős... Ott élőszereplős volt, egy kicsit a mostaniban is megjelenik ez az élőszereplős jelleg. Van egy olyan rész, ami kicsit olyan furcsa is, ahol a Carl Sagan modern megfelelője, aki nem más, mint Neil deGrasse Tyson, a Hayden Planetariumnak az igazgatója, aki az új show-nak a gazdája, vagy hát a hostja, de ez hogy van magyarul? Műsorvezető. És hát ő néha ott áll, és beszél XY tudósról, és akkor egyszer csak, mint egy panoptikumban megjelenik mellette az élő szereplő által eljátszott Galilei, de Galilei meg se szólal, csak ott néz. És akkor ő meg így beszél róla, mint ahogy mondjuk David Attenborough beszél arról, hogy a csimpánzok most mit csinálnak, és akkor ott látjuk Galileit, aki ott áll, és esetenként néha bólogat. Szóval néha vannak ilyen furcsa esetek. Ez mondjuk egy kicsit komikus része volt a sorozatnak szerintem, de mindegy, ne erre hegyezzük ki a dolgot, mert a sorozat persze marha jó, és valóban a modern változatban ilyen animált formában jelentkeznek. Ja, most Miklós, képzeld, hogy megint az van, hogy én vagyok az újonc ebben a témakörben, tehát ez a harmadik évad, ez úgy zúdult rám, hogy semmilyen előképem nem volt se Carl Saganről, se a kozmoszról. Annyit tudok Carl Saganről, amit te elmondasz a műsorokban, illetve itt tájékoztatsz engem. Az egyébként elég sok információ, az alapján már levágtam, hogy milyen ennek az embernek az attitűdje, illetve mit képviselő. Ez alapján nekem nagyon hasonlít Gene Roddenberryhez, az említett idealizmus alapján. Kicsit beszélgessünk akkor magáról a sorozatról, amellett, hogy elmondtuk, hogy mennyi mindent magában foglal, sok-sok tudomány a kozmoszon kívül, a atomokat is látjuk, meg a természet világába is ellátogatunk, legalábbis itt a harmadik évadban az ember ennek a szervezetében is előfordul, hogy egy kicsit belenézünk a dolgokba. És nekem az is tetszik ebben az egészben, hogy az, amit megjeleníthetetlennek gondolunk, azt ügyesen vizualizálják. Kezdem azzal, hogy van egy úgynevezett kozmikus naptár. Ha jól tudom, ez a korábbi sorozatokban is benne volt, ezzel nem spoilerezek nagyot itt a kedves nézőknek, ugye? Igen. Ez arról szól, hogy ami eddig eltelt idő, az ősrobbanás óta, tekintsük úgy, mintha egy év telt volna el, tehát a január 1 ez az ősrobbanás, a decemberi hónap az meg nagyjából itt a civilizáció megjelenése, illetve a most történő emberiségre jellemző dolgok, de látom, hogy hát nem pontos a megfogalmazás. Pontos, csak némi... Igen. További pontosításra szorul, mert hogyha az egész univerzumunk ugye jelen tudásunk szerint, és a sorozatban is ezt mondják, ez 13,8 milliárd éves, plusz-minusz 1 milliárd év, és ez azt jelenti, hogyha az egészet egy évre lekicsinyítjük arányosan, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyjából egy hónap az 1 milliárd év. Egyébként a civilizáció ebben az időskálán természetesen decembernek az utolsó napján jelenik meg. Aha. Tehát ha már a civilizációról beszélünk, az emberi civilizációról, akkor csak arról beszélhetünk, hogy szilveszter napján hány órakor történnek a dolgok. Mondjuk az egész élet megjelenése a Földön, az is ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk november lehetett, esetleg talán október, de ugye erről nincsenek bizonyítékok, csak nagyon ugye nyilván egysejtőek formában jelent meg az élet, azok meg nem annyira látszanak a fosszíliákban. Tehát a fene se tudja, hogy mikor kezdődött az élet. De a lényeg az, hogy hát mondjuk a Föld, az egész naprendszer az 4,6 milliárd éves, ugye? Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk július-augusztusban kezdődött a naprendszer. De ez egy nagyon hatékony dolog, mert ez egy zseniális ötlete volt egyébként magának Carl Sagannek és Ann Ryannek, az eredeti sorozatkészítőknek, ez tőle ered, és hát tök jó, mert egy évet azt még úgy el tudunk képzelni. És akkor megdöbbenünk, mert eleve az emberiség történetén belüli időszakok is iszonyú hosszúak, tehát a hétköznapi léptékünkben ezt nem tudjuk. És akkor egy ilyen hónap az végül is hány milliárd évet jelent? Nagyjából egy milliárd. Bár azóta is telnek a napok, percek, de hát az annyira keveset tesz hozzá, hogy ilyen lassan tágul ez a naptár.
Hát nem tudom, ez képzavar volt egy kicsit, de természetesen ugye ez, ha holnap megnézzük ezt a kozmikus naptárat, akkor is megállja a helyét. Abszolút, és még valószínűleg még néhány százmillió évig nem kell nagyon rá javítani. Igen. De ez tök jó. És ez egy visszatérő elem. Egyébként tök jó, hogy ez a két visszatérő elem van szerintem a sorozatban, ez a képzelet űrhajója, amiről beszéltünk, ugye ez is a Sagan-féle koncepció része, meg ez a naptár. Ez is. De egyébként valóban itt minden téma előkerül. Tehát itt ahogy mondod, előkerül az, hogy a növénytermesztésnek a genetikai háttere például az milyen. És meg nagyon sok minden más. Tehát nem csak egy sima csillagászati sorozat. Kedves nézők, rövid szünetet fogunk tartani, de hamarosan visszatérünk innen a Volt 51 Gamer bárból, és folytatjuk a kozmoszról szóló beszélgetősünket Miklóssal. Élmény és vélemény, illetve tudomány és fantasztikum egy helyen. Kattints a video.mtv.hu oldalra, és válogass az mtv.hu, a Parallaxis és az Őrszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.mtv.hu. Élmény és vélemény. Szervusztok, kedves nézők! Megint itt vagyunk, folytatjuk a Kozmosz sorozatról szóló eszmefuttatást, vagy álmokfutást, kinek hogy tetszik. Hát Neil deGrasse Tysont már szóba hoztad itt az első fél időben. Nekem ő egy kicsit ilyen minden lében kanálember, tehát mindenhol látom, ahol dokumentumfilmek, tudományos ismeretterjesztésről van szó. Ha jól tudom, ő eredetileg asztrofizikus, de ő is belekeveredett a show businessbe, és inkább a szórakoztatóiparban az ő tevékenysége, ami nekem feltűnőbb, mint a tudományos életben, de ez persze nekem is köszönhető, hogy így alakult, mert nem a cikkeit olvasom mondjuk, hanem inkább előbb találkozok a filmjeivel. Tehát nekem inkább ő egy ilyen sztárnak tűnik, mint egy tudósnak. Hát az biztos, hogy sztár. Az is biztos, hogy egyébként ugye egy planetárium igazgatója. Ugye ez a New Yorki Natural History Museummal együttműködésben működő Hayden Planetáriumnak az igazgatója. Hát oda meg hülyék nem kerülnek az igazgatói pozícióba. Azt én nem tudom, de ebben az esetben biztos, hogy egy értelmes ember került Igen. oda. Egyébként Neil deGrasse Tyson valóban, hát ő elvégezte, ő egy PhD, tehát ő ledoktorált asztrofizikából, vannak neki szakcikkei, tehát van neki egy kimutatható tudományos teljesítménye, most ebből a szempontból nyilván senkit nem volna fair összevetni Carl Sagannel, már csak azért sem, mint ahogy mondtuk, ő nem csak hogy zseni volt, aki már 16 évesen egyetemre ment, Sagan, hanem ráadásul ugye jó időben volt jó helyen, tudományok találkozási pontján és frontvonalán, tehát még egy olyan időszak, mint az 50-es, 60-as évek fordulója, ebből a szempontból nem lesz. Ugye akkor kezdődött maga a bolygókutatás. Tehát akkor volt az, hogy egy frissen ledoktorált ember a Science magazinban írhatott egy átütő cikket, ami kizárólag csak azzal foglalkozott, hogy milyen lehet a Vénusznak a légköre, amiről még nem volt semmi közvetlen adat, hiszen ez az még az első űrszondák előtt volt, amikor odamentek. Szóval ez egy más világ volt, nem fair ilyen szempontból összevetni a két embert. Tyson, tehát egy tudományos szempontból egy abszolút értékelhető karakter, és jól látod viszont azt, hogy tényleg inkább a show businessben ment nagyot, tehát hogy egy kitűnő ismeretterjesztőről beszélünk. De te akkor méltónak is látod arra, hogy egy ilyen hagyatékot, mint a Carl Sagan-féle kozmosz, azt nyugodtan a Tysonra lehet bízni. Én egyébként igen, tehát én azt mondom, hogy ha valami tudományos áttörés történik, és megint csak lusta vagyok utána olvasni, akkor én szeretném, hogyha maga Neil deGrasse Tyson magyarázna el nekem ugye, egy dokumentumfilmbe. Igen, ez egy nagyon ritkán jár együtt a kettő dolog. Tehát a tudományos nagyság, meg az, hogy jól tudsz ismeretet terjeszteni, ez nagyon ritkán esik egybe. Vagy azt csinálod, igen, el kell igen, dönteni. Igen, ritka. Tehát Amerikában vannak ezek a média tudósok, mint például Bill Nye, the science guy, ugye? Ugye az ő volt, hát kb. Ugye az amerikai módon felhígított Öveges Józsefnek a helyi verziója, generációkat inspirált a tudomány felé. A Tyson is inkább ebben a kategóriában utazik, jól csinálja. Egy influencer? Csinál. Mondhatjuk azt, hát hogy egy tudományos influencer. Neki nagyobb a felelőssége abban, hogy a tudomány közkedvelt legyen, mint hogy a tudomány
előre menjen, ezt most megint kicsit félreérthetően fogalmazom, mert az előbb mondtad, hogy nem elhanyagolható az ő tudományos tevékenysége. Meg össze is függ egyébként, mert azon végül is a tudomány megy előrébb, amit egyébként én is tapasztalok, hogy én, aki az egyetemen tanítok, már többször találkoztam olyan hallgatókkal, akiket ugye kérdezek, ugye általában fél év elején megkérdezek a hallgatókat, hogy miért jelentkeztek a fizikusok? Fizikusok meg fizikatanárok. Uh-huh. És általában megkérdezem őket, hogy miért jöttek erre a pályára. És hát egyre gyakrabban kapom azt a választ, hogy látták a Tysonnak ezt meg azt az ismeretterjesztő sorozatát. Tehát ilyen értelemben végül is közvetett módon a tudomány fejlődésére marhára hat, mert hát nyilván az sem az is egy nagyon fontos aspektus, hogy az adófizetők érezzék, hogy mire megy el a pénzük, mert ugye a NASA az milliárdokat tapsol el arra, hogy mit tudom én, megnézzék, hogy a Szaturnusz északi pólusán a hatszög alakú örvény az hogy alakult ki, vagy hogy mit tudom én, hogyan történt az ősrobbanás, meg az azt követő 300 ezer év, ugye ilyen dolgok, amelyek azért egy péket kevéssé érdekelnek, de ugyanúgy az ő adó dollárjaiból is történnek ezek a kutatások, tehát nekünk, most is azt kollektíve mondom, hogy nekünk, akik tudomány, neked is, tehát akik az adófizetők pénzéből végzünk tudományos tevékenységet, valamilyen szempontból kötelességünk visszaadni nekik ezt a tudást, és hát ennek egy nagyon jó médiuma maga. Ez lehet, hogy elengedhetetlen egyébként, ha ifjú tudósokat nézünk, hogy ugye amikor meglátnak mondjuk egy differenciál egyenletet, teljesen szüzen, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát lehet, hogy nem lesz belőlem tudós, de ha látnak egy sercegve felrobbanó szupernovát, elnézést a képzavarair, majd Miklós nem győzi ezt helyesbíteni, akkor lehet, hogy az kicsit inspirálóbb, mint rögtön egy matek könyv. Nyilván, és egyébként most kérdezted, hogy miért volt forradalmi a Kozmos sorozat, hát többek közt ezért, mert ha visszanézed egyébként a 60-as évek ismeretterjesztő sorozatait, az voltak ilyenek, hogy bácsik ott álltak a tábláknál, és differenciál egyenleteket írtak fel, most kis túlzással, de kb. Ilyen is előfordult. Magyarországon volt egy vetélkedő, fantasztikus, ma már ilyet nem lehetne megcsinálni, az volt a címe, hogy ki miben tudós. Gimnazista gyerekek voltak, összemérték egymás tudásait, például diff-egyenleteket oldottak meg tábláknál. Ez egyetlen létező tévécsatornán. Nyilvánvaló, hogy a nézők 99%-ának gőze se volt arról, hogy mi történik, de mégis nézték. Hát most már nem ilyen világban élünk, tehát a mostani ifjúságnak a vizuális igénye az nyilván sokkal hatalmasabb, és egyébként a mostani sorozat például a CGI tekintetében abszolút versenyre kell a hollywoodi cuccokkal. Tehát abszolút versenyre kell a fantasy-kkel, meg a science fiction filmekkel, az egész estés rendes profi feature filmekkel abszolút versenyre kell. Tehát itt azért nem véletlenül mondják azt, egyébként mondta az egyik producer, hogy több mint 1000 ember dolgozott ezen a mostani sorozaton. Tehát ez abszolút meg is látszik. Tehát itt abszolút meglátszik, hogy itt mindent beleadtak. Ez, én azt szoktam mondani, hogy ezek a sorozatok kapudrogok a tudományhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván ebből a sorozatból rengeteg mindenről fogsz hallani, mert mindenről szól. Ez azt jelenti, ezért jó a sorozat egyrészt, mert hogy ez még egy professzornak is, ha megnézi az új Kozmosz évadot, új dolgokat fog mondani, az tuti. Tehát egy mit tudom én, az emlegetett pékeknek, inkább a társadalom legfontosabb karakterei, ugye azért emlegetett reggel őket. Már ők mindig van. Ott vannak, mikor tehát mi a, már... A pékeknek, meg mondjuk egy etológia professzornak, vagy egy asztrofizikusnak éppen úgy újat tud mondani egy ilyen filmsorozat, mert ez tényleg mindenről szól. Az agykutatástól, ahogy mondtad, a naprendszer. De aztán utána meg már a péknek a dolga, hogy elmélyedjen. Így van. Tehát ezért mondom, hogy kapudrog. Így van, nagyon jó. Tehát belépőnek teljesen jó, mézes madzag. Aztán utána meg tessék jönni és tovább tanulni, és akkor előbb-utóbb az emlegetett diff-egyenletek is szembe fognak jönni. Aha. De működik, tehát tényleg jönnek ezért hallgatók, és ezt nem győzöm a hangsúlyozni, hogy ez milyen fontos. Uh-huh. Neked egyébként mi az első dolog, ami beugrik, hogyha elhangzik ez a szó, hogy Kozmosz? Akár a sorozatra is gondolhatunk, akár a magára Kozmoszra, akkor neked mi a nekem a szépség ugrik be, de ez egyszerűen azért, mert a maga görög szó, a Kozmosz, az egyrészt azt is jelenti, hogy rend, mint a káosz ellentéte, tehát egy rendezett struktúra, másrészt szépség. Ami nagyon jó, mert a magyar kozmetika szó, ami egy görög szó, hogy kozmetika, az is a szépséggel kapcsolatos, szépítkezni járnak oda az emberek. Na most
tök szép és nagyon, nagyon intelligens dolog volt a Szegentől, és tipikusan rával, hogy ezt a szót választotta a sorozat címének, mert azt mutatja meg tényleg, hogy mennyire egyetemes és rendezett és szép az egész. Tehát egyfajta vallási élményben részesíti az embereket, egy spirituális élményben, ami az ő saját élménye volt, és ezt próbálja átadni. Nem, ez nem egy istenhit, vagy valami ilyesmi, hanem egyszerűen... Csak ami nagyobb léptékű. Igen, annak a bemutató. Dolog. Igen. Egy kicsit valamilyen módon ezt próbálja elénk tenni, ezt a sorozat, ezt a rácsodálkozást az egészen. És az optimista kicsengést, ami egyébként nagyon fontos. Lehet, hogyha nem lennének ilyen sorozatok, akkor kutyát nem érdekelné mondjuk a kozmosz, mert nem tudnánk elképzelni, vagy nem is akarnánk vele foglalkozni mondjuk két számla befizetése között, egyszerűen csak élnénk az életünket. Szükségesek az ilyen sorozatok szerinted ahhoz, hogy végül majd összeszedjük magunkat, és arra is koncentráljunk, hogy új világokat fedezzünk föl? Hát biztos, mert egyébként ezek akkora projektek, például az új világok felfedezése, ami konkrétan például azt jelentheti, hogy majd egy nagyon távoli jövőben az emberiség elkezd terjeszkedni, mert egyre többen mondják azt, hogy még ha túl is jutunk a mostani kisebb léptékű kríziseinken, mint például a klímakrízis, ami most marha nagynak tűnik, de hogyha magunkévá tesszük Carl Sagan hozzáállását, ami nem évszázadokban, hanem évezredekben vagy évtízezredekben méri az emberiség lehetséges jövőjét, tehát ezt az optimizmust, amiről beszéltünk, akkor bizony rövid krízisek megoldása után elengedhetetlen, hogy a fajunk túlélését és tovább fejlődését azzal biztosítsuk, hogy egy több bolygós vagy több naprendszeres, akár galaktikus fajjá váljunk. E véleményed szerint ez nem túl nagy falat, tehát nem derülhet ki a jövőben, hogy mondjuk történelmi analógiákra épít ez a sorozat, és van benne nagyon sok olyan dolog, amikor mutat valamit, ami a régmúltban történt, és mutat rá egy jövőbeli elképzelést ezen alapulva. Nem lehet, hogy kiderül, hogy a dolog ilyen formában nem megvalósítható, vagy itt rekedünk örökre? Lehet, ez mind benne van. De a lényeg az, hogy ez felskálázhatónak tűnik. Tehát a sorozat az pont azt mutatja meg, hogy valamikor az emberiség egyszerűen a jelenlegi tudásunk szerint elindult valahonnan Közép-Afrikából, és aztán néhány tízezer éven belül a bolygón mindenhol ott voltak. És ez nagyon komoly együttműködés kellett sok esetben, hogy egyik földrészről a másikra. Igen. És persze ez folytatódott, lehet említeni a nagy földrajzi felfedezéseket. Tehát valahogy ez a felfedezés iránti vágy, ez belénk van kódolva. Az űrkorszak, mondjuk, hogy űrkorszak. Cinikusabb pillanatainkban mondhatjuk azt, hogy ez az űrkorszak, amiben Carl Sagan is egyébként nagyon is részt vállalt, ez egy valami katonai volt, izom mutogatás a két nagy hatalom között. De felmerült a kérdés, hogy miért pont ebben akarták megmutatni magukat? Miért pont azzal akarták lenyűgözni az emberiséget, hogy kilép először a Holdra? Azért, mert az emberiséget ezzel lehet lenyűgözni. Tehát, hogy ez alapvetően bennünk van ez az igény, a felfedezésre való igény. Ezért a bár kérdést, amit itt föltettem legutóbb, ez arra irányult, hogy talán ezek a sorozatok a belső hangok, amiket mondjuk egy gazdasági motor elnyom most bennünk, és nem tudunk odafigyelni erre a felfedezés iránti vágyunkra, és lehet, hogy ez ilyen, hát mondjuk ki szórakoztatóipari vonalról kell, hogy érkezzen az inspiráció. Igen, mert egyébként mindig ott van a gazdaság iránt aggódóknak, mindig meg lehet mondani, és tényszerű dolgot állítunk, hogy az alapkutatásba befektetett pénz az mindig megtérül. Csak hosszú távon térül meg. Tehát nyilván... Jó politikailag. Nyilván ez nem a 4 éves politikai ciklusokban értelmezhető valami, de egyébként kimutatható, hogy egy-két emberről több belül mindig sok ezerszeresen megtérül. Tehát, hogy relativitás elmélet 1905-ben egy alapkutatás volt, Einstein kitalált valamit, egy svájci szabadalmi hivatalnok kapott rá egy kis pénzt, hogy tessék, most vizsgáld ezt. Most már nem lennének itt az okostelefonok, nem lenne itt a műholdas navigáció, mit tudom én, tehát hogy egyszerűen összemérhetetlen. Tehát nyilván egy rizikós befektetés az alaptudomány, de összességében még soha nem volt olyan, hogy ne térült volna meg többszörösen. Mert valamelyik ötlet akkora ötlet lesz, hogy hűha. Na, hát az emberiség az ilyen, a tudomány ilyen, tehát én is azt hiszem, hogy ezzel érveléssel el lehet altatni a számla befizetés iránt aggódókat, viszont a Kozmos sorozattal és hasonlókkal lehet inspirálni az embereket. A számla befizetéssel nem fogsz inspirálni senkit. A Kozmosszal talán.
fizikus hallgatóknak úgy mutattad meg ezt a sorozatot, hogy üljetek le és dőljetek hátra, vagy azért folyamatosan ott szeretnél lenni, és megmondanád, hogy na, ezt azért ne úgy képzeljétek el teljesen, ahogy itt bemutatták, hanem a fizikában ez máshogy működik egy kicsit. Tehát vannak olyan dolgok, amiket ki tudnál emelni, hogy esetleg hatásvadász, vagy túlzásnak tűnik, vagy nem eléggé elmélyült? Hát az utóbbira persze, az egész sorozat egy példa az utóbbira, a nem eléggé elmélyültre, mert nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet csinálni eléggé elmélyülten, azért mondtam, hogy ez egy kapudrog. Tehát itten arról van szó, hogy fájóan röviden elintézett két dolgot a Tyson, mert annyi mindenről akar beszélni ebben a 13 epizódban. Egyébként ez a Carl Sagan esetében sem volt másképp, tehát most itt nem az... Egyébként bravúrosan kötik össze ezeket. Igen, köti. Eltérőnek persze, tűnő témákat. De nincs olyan téma, ami 5 percnél tovább menne, és akkor rögtön tovább. Ez lehet, hogy egyébként a közönségnek a figyelmének a lankadása ellen ez is. Ez profi, ez vérprofi. Tehát ez arra van optimalizálva, hogy ez legyen minden idők legnézettebb sorozata, és ide a vasas bököt, hogy az is lesz. Tehát tudom, minthogy egyébként a 2014-es is. Nem csak, hogy elhozott egy csomó Emmy díjat, hanem minden idők legnézettebb tudományos ismeretterjesztő sorozata lesz. De mostanjának jó esélye van arra, hogy ezt megdöntse. Mert egyszerűen annyira jó, tehát végignéztük az egészet, de mondom, én nekem komoly önmérsékletet kéne gyakorolnom az ilyen szituációban, amit leírtál, úgyhogy nem is akarok ilyenbe kerülni. Most leüljek és vetítsek egy osztálynak, vagy egy évfolyamnak egy ilyet, mert akkor csöndbe kéne maradnom. Felmarad ülnél, hogy hajjaj. Hát, hogy erről beszéljünk még egy kicsit, mert ezt nem lehet két mondatban elintézni. Pedig hát ez egy ilyen műfaj. Meg kell csillantani a dolgokat, és bízni abban, hogy majd az adófizető polgár, meg az érdeklődő gyerek majd utána néz. Azt mi sem bizonyítja jobban, hogy ez egy hollywoodi produkció, hogy itt hollywoodi producerek vannak, és ráadásul ugye a Star Trek vonalon tudjuk megemlíteni Brandon Bragát, illetve ugye Seth MacFarlane-t, aki hát félig meddig ide a Star Trekhez behozható, mert ő vendégszereplő volt az Enterprise-ban, meg úgy tínédzser korában egy fanfilmet is csinált, amit a internet legnagyobb örömére meg lehet még találni. Meg az Orville című sorozat nyilván egy Star Trek ihletésű dolog. Viszont te már említetted Carl Sagan mellett az legfontosabb kulcsembert, róla egy kicsit beszéljünk még. Igen, ő Anne Dryan, aki Carl Sagannek a felesége volt, a harmadik felesége, hogy exaktak legyünk, egy kicsit a bulváros szállat is behozzuk. Azt mindenképpen. Mindenképp behozzuk. Ugye ők nagyon jól egymásra találtak, tehát ők akkor ismerkedtek meg, amikor egyébként egy szintén Carl Sagan az egyik nagy interdisziplináris projektjét vitte, konkrétan azt, hogy az 1977-ben elinduló Voyager űrszondákra Carl Sagan ötlete volt az, hogy készítsenek egy aranylemezt, ugye ez a Voyager aranylemezek, kettőről beszélünk, meg két Voyager űrszonda volt. Hány példányszámtól lesz aranylemez? Ez nem az az aranylemez. Hát ez bizony már kettő példányszámnál aranylemez lett. Megmutassuk IT-nek, nekünk az aranyra is teli. Ha tudósok vagytok, akkor egyből aranylemez van. Na nem, ez az, nem igen, kell igen. Itt már ez az a műfaj, ahol már két példány is aranylemez, de miért beszélek itt a földönkívüliekről? Mert ez a földönkívülieknek szánt szimbolikus palackposta volt, a föld hangjai és képei, és minden féle adatok voltak rákódolva erre az egyébként bakelit lemezre, mert nem bakelit, nem abból volt, aranyból volt, csak hogy ugyanolyan módon barázdák, mikrobarázdák formájában volt rávíve a bináris információ. Tehát az IT-nek a lemez lejátszója. Így van, pontosan, tehát hogy ezt fölrakta a gramofonra, egyébként belekarcolt instrukciókat is találhat arról a potenciális földön kívüli megtaláló, hogy kell lejátszani. Aha. Hát megfejti, ha megfejti. De hát az rajta van, hogy kell lejátszani. Igen, rá van rajzolva. Ja, rajzolva. Az egyik oldalán vannak rajzolva. Azt hittem, hogy adatként. Tehát nem, hát ugye elég nehéz lenne, de van egy plusz jelentés réteg, az, hogy a lejátszási instrukciók, tehát az kb. Egy külön cucc. Tehát ez a buklet a CD-hez. Így van, a legutolsó esetben megkérjük IT-t, hogy nézze meg a manuált, ugye? Tehát most az is ott van mellékelve. A lényeg az, hogy ennek az összeállít, ez egy szimbolikus üzenet, a Voyager űrszondák ugye azóta is kifele repülnek a naprendszerből, és 10 000 évekig lesznek úton, amíg egy legközelebbi csillagrendszerig elérnek, de állítólag még 1 milliárd év múlva is lejátszható lesz a lemez a végtelen intelligenciájú IT-nek. Hát az otthoni lemezeink nem ilyenek azok. Igen, azok nem, az nem. Nem, de mondjuk többször is rakjuk föl. Na most egyébként a Voyager lemez összeállításához
meg nagyon sok segítség kellett. Ekkor találkozott Ann Dryan-nál, aki egyébként önmaga is mindenféle dologgal foglalkozott, tehát főleg inkább bölcsészbeállítottságú, de rendkívül nyitott hölgy volt, aki egyébként szintén már akkor házas életet élt. De ők annyira egymásba szerettek, hogy nem volt megállás, és rengeteg projektben inspirálták egymást, és dolgoztak együtt. És ennek az egyike volt ez, és aztán egyike lett a Kozmosz sorozat is, és a mostani Kozmosz sorozatnak ugyanúgy a producere Ann Dryan, mint a réginek, sőt, mi több, hát nem csak, hogy producere, hanem azt hiszem, hogy főötletgazdája is, tehát hogy a forgatókönyvek írásában és a témák kijelölésében is maximálisan kivette a részét. Én azért kimenném jelenteni, hogy akkor történnek a nagy dolgok, mikor ezek a tudományterületek találkoznak, mint a reáltudományok, és jön egy bölcsész mellé, aki kiegészíti, és, szóval. Vagy bölcsész beállítottságú, nem akarom lebölcsészezni feltétlenül, vagy szabad, és kiegészítik egymást. Ugye a Neil deGrasse Tysonban is látok egy olyan fajta dolgot, hogy itt meg kell nyilvánulni, itt a dolgokat el kell magyarázni, a történelembe bele kell nézni, tehát nem szabad mellőzni ezeket a kérdéseket sem. Hát így van, és ezt csak meg tudom erősíteni, mert a feleségem egy nyelvész, aki bölcsész, és akkor egyúttal előre is utalhatunk arra, hogy majd a következő adásunkban, április másodikán, amely egy szokásosabb podcast jellegű adás lesz, akkor éppen az érkezés, az arrival. Az érkezés, mert nekem az van idei, hogy ékezés, de akkor véletlenül ugye elírták itt nekünk a szerkesztő urak. Őrület, látod már megint. A lényeg az, hogy az érkezés címűt fogjuk az érkezés nézni, már Ádámmal együtt. Aha. És ugye az egyike az a science fictionöknek, amelyekben nyelvészek kapnak szerepet, nem asztrofizikusok, vagy magfizikusok, vagy én nem tudom mit, és nagyon tök jó, mert ott is IT-vel találkozunk először, hogyan tudunk erre beszélni. Aha. És ezt kivételesen én is láttam már korábban, de elaludtam rajta, képzeljétek el, kedves nézők, úgyhogy most megpróbálom úgy megnézni, hogy kipeckelem a szemeimet. Egyébként egy baromi ígéretes alapkoncepciója van ennek a filmnek, és nagyon csodálkoztam rajta, hogy ez engem nem fogott meg elsőre, de megpróbáljuk még egyszer, hogy hát ha az én készülékemben van a hiba, és akkor átpróbálom ezt a témakört teljes egészében rágni. Valószínűleg a Jeremy Renner, aki nekem azt az altató hatást így belém plántálja, és nem tudom teljes egészében élvezni azokat a műveket, amiben ő feltűnik. Hát majd most. Egyébként az egyik titkolt célja egyébként ennek a podcast és webcast sorozatnak, hogy Csabát bevezessük a science fiction és irodalmi kultúra mélyére, olyan dolgokra, amikről eddig lemaradt, ennek keretében láthattad a szintén Carl Sagan által kigondolt Contact című filmet. Na hát az egy maradandó. Az egy maradandó élmény volt, ez is az lesz, hogyha kibírod eladás nélkül, de szurkolunk, meg majd kávét is főzünk, hogyha kell, tehát ez így működik. Jó. Hát kérem kedves nézőinket is, hogy ők is szurkoljanak nekem, hogy sikerüljön azt végignézni és élvezettel megnézni ezt a csodálatos alkotást. Hát nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk még egyszer, hogy vasárnap 22-én jön a Kozmosz sorozat. Meg tudjátok nézni, mi már láttuk, nagyon élveztük a harmadik 21 évadot. 21 órakor tessék a National Geographic-re kapcsolni. Cosmos Possible Worlds, lehetséges világok. Így kell keresni, 21 órától lesz, úgyhogy nézzétek meg. És játszatok velünk. Tehát, hogyha még idejében látjátok és hallgatjátok az adást, pontosan a premier pillanatáig, tehát a 22-én este 9-ig lehet nekünk küldeni a válaszokat a három közepesen nehéz kérdésünkre, amelyet azonban ezekkel a fantasztikus dolgokkal fogunk jutalmazni, ugye például a Galilei-féle távcsővel és az összes többivel, ami itt fekszik az asztalon, kivéve a VHS kazettámat, azt nem adjuk oda. Hát két hét múlva jövünk vissza, már Ádámmal együtt, akkor már podcast formátumban, ami olyan tökéletes szokott lenni, hogy nem kell hozzá kép. Sziasztok! Sziasztok! És köszönjük a Volt 51 Gamer Barnak és a National Geographicnak az együttműködést, és minden további infót és a játékot meg természetesen a parallaxis.emtv.hu oldalon találtok. Na még egy sziasztok! Még egy sziasztok! Sziasztok! Több lépcsős elköszönés. Így van. Sziasztok!
ez a visszatapsolás a színházba. Fantasztikus. Ez nekünk is kell. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Nézd március 22-től minden vasárnap este 9 órától a Kozmosz Lehetséges Világok című sorozatot. Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.